Ünnepélyes keretek között adták át Aparhanton azokat a fejlesztéseket, amiket a közelmúltban valósítottak meg a Magyar Falu programnak köszönhetően. Az átadón Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Fontos nap ez a mai, nem csak az aparhantiak életében, hanem azt gondolom, hogy a Tolna megye életében is, hiszen a Tolna megye önkormányzat egyik legfontosabb feladata az, hogy a megyében a megye imázsát és az itt élhetőséget és a mindennapoknak a könnyebbségét ösztönözze, és segítő szándékkal fejlessze a megyét, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen kis településen ilyen nagy volumenű fejlesztésekről számolhatunk be, akkor ez valójában a jövőnkről is számolunk be egyben, hiszen ezekben a kis településekben nagyon fontos az, hogy hiszen az egész megye alapvetően kis településekből áll össze, és kis települések alkotják. Nagyon fontos az, hogy egy településre jó legyen megérkezni, jó legyen hazajönni, jó legyen az időnket eltölteni, a szabad időnket eltölteni, és a mindennapi életünk lehetőség szerint minél komfortosabb és minél jobb legyen egy kis település életében, azt gondolom, hogy a jövőt illetően talán ezek a legfontosabb feladatok, és a mai nap jó példa arra, hogy ha Agilis egy település vezetője, akkor az hogyan tud nagy sikereket elérni, és tényleg hogyan tudja a települését a lehető legdinamikusabb és a legjobb módon fejleszteni. Ez Aparhanton hál' Istennek így van. A fejlesztéseknek köszönhetően sok fiatal vásárolházat a településen, és választja otthonául a községet. Én azt gondolom, hogy a Magyar Falu program talán az egyik legfontosabb stratégiai partnere egy kis település életében, hiszen ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a település megtartó erejét és a település imázsát, a településhez való vonzódást segítheti, és így azt gondolom, hogy az a veszély, amit ugye sokszor szoktunk mondani, hogy a fiatalok inkább nagyobb városokba költöznek, inkább nagyobb települések közelébe mennek, én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiataloknak érdemes legyen hazaköltözni, vagy érdemes legyen itthon családot tervezni, érdemes legyen az otthonukban, a szülőfalujukban gondolkodni, és ne kelljen más településekre elmenni, hiszen itt is jó infrastruktúrával, jó környezetbe, szép környezetbe, jó közösségbe megélhetik a mindennapjaikat. Útburkolat felújítására és eszközbeszerzésre is futotta az elnyert pályázati összegből. A József Attila utca, ami 440 méteres szakaszon újult meg, illetve a Petőfi utcai járdafelújításunk, ahol 330 négyzetméternyi járdafelület újult meg az elmúlt időszakban, illetve a kommunális eszközbeszerzésünknek is örülhetünk itt, hiszen egy új Fiat Ducato gépjárművel gazdagodott a település, fűnyírokkal, fűkaszákkal, lombfúvókkal is. Az elmúlt időszakban összesen 105 millió forintot nyert a településünk, ez 2018 óta, tehát ebből újult meg többek között az orvosi rendelőnk, és került új eszközökkel és bútorzattal felújításra, illetve az óvodaudvar felújítás, és az, amiket a korábban is említettem, ezek nagyságrendileg 105 millió forintnyi beruházást eredményeztek. Az Apari Kálvárián álló stációk rendbehozatalára is futotta az elnyert pályázati összegből, közel 5 millió forintból teljesen megújultak a műemlékek.